Sziasztok mindenkinek, és üdvözlök újra itt mindenkit a csatornámon. A mai videó egy haul videó lesz, és több részből fog állni valószínűleg benne AliExpressről rendelt dolgok is, de hát még egy dolog jött meg igazából, úgyhogy ezzel fogok kezdeni. Nem ezzel fogok kezdeni. Azzal fogok kezdeni, amiket most vettem a Pepco-ba és a Kikbe, úgyhogy nézzük is meg. Sokan kértétek, hogy legyen majd egy ilyen smink szelektálós videó, lesz is, de ahhoz nekem kellene venni olyan dolgot, amiben a megmaradt sminkeket bele tudom rakni, és tudom, hogy ez nem smink doboz, de én erre fogom használni, ez egy teás osztott műanyag doboz, nagyon kis, egyszerű, a Kikbe vettem, 630 forint volt azt hiszem, ilyen osztott tea doboz, de nem annak fogom használni, úgyhogy opa, nem tölt el, csak olyan volt a hangja. Úgyhogy ez lesz az első, amit hoztam, nagyon tetszik. Megmutatom, de igazából semmi különös. Vettem a gyerekeknek egy ilyen vatta cukrot, 2,90-ért. Nekünk osztott matrac van a hálószobába, tehát francia ágy, de osztott matrac, ezért külön két gumislepedő kell rá, és ez 630 forint volt a Kikbe, ilyen szürke színű, mindjárt megmutatom az anyagát. Nagyon jó kis puha pamut anyaga van, úgyhogy ebből vettem kettőt. Szóval Marcinak vettem egy ilyen Avengers, nem tudom, Marvel-es szopókás üveget. Ez is 630 forintba került, ilyen szívószálas. Amire nagyon régen vágytam már, az egy alma szeletelő, ugyanis nagyon sok almát esznek a gyerekek, mindig a késsel felvagdosni, stb. Ez pedig, tudjátok, csak bele kell rakni az almát, és így rá húzni, és akkor felszeli szeletelekre alma aprító, és ez 520 forint volt, még nem próbáltam, de remélem, hogy működik. Fürdőruhát vettem a gyerekeknek, ugyanis menni akarunk majd fürdőbe is, tudom, hogy még tél közepe van, de úgy voltam vele, hogy megveszem, miért is ne. Marci kapott egy 1590-ért egy ilyen pálmafás fürdősortot. Egyetlen egy kérése volt, anya, ne vegyél mancsost, ne vegyél ilyen gyerekes mintát, úgyhogy remélem jó lesz rá, mert ez volt a legkisebb méret a nagy fiúsok közül. És Vivikének, képzeljétek el, vettem fürdőruhát szintén a Kikbe. Olyan méret volt, hogy másféltől két éves korig, ugye a 92-es, vagy a 2-től 4 éves korig, de aztán kalkuláltam, hogy már ugye 20 hónapos, tehát ha én megveszem a kisebbet, és még alárakok egy úszópelust, mert ugye ő még nem szobatiszta, akkor tuti nem megy rá, úgyhogy vettem a nagyobbat, és képzeljétek el, tökéletesen állt rajta, mert hogy a Kik nem cseréli vissza a fehérneműt és a fürdőruhákat sem. Tehát én úgy vettem meg, hogy vagy kidobott pénz lesz, vagy belenő, és egyszerűen szuperül el rajta, úgyhogy pelus is volt alatt természetesen. Úgyhogy 98-104-es vettem neki, és ilyen baracvirág színű, unikornisos, hát tök egyszerű kis fürdőruha igazából. Ez az első fürdőruhája, mert hogy ő még nem volt fürdőbe, és ő került, azt mondja, hogy 2190-ben volt még rózsaszínbe is, egyébként kamerán nem adja vissza, de élénkebb a színe. Nasi, mert hogy ott volt ugye a nasi osztály, a Kikbe, és ez ilyen dió, vagy mogyoró, nem tudom, ilyen csokiba mártva, pörkölt földi mogyoró drazsék. Úgyhogy ez ilyen kis nasi, ezt magamnak vettem amúgy. Nem tudom, mikor megy kezd a videó, de elég zilált vagyok, most nagyon nagy szél fúj, de most ugye Valentin nap körül járunk, hát hogy mikor rakom fel, azt fogalmam sincs, biztos később, szóval már addigra nem lesz belőle, de a Pepco-ba volt most ilyen Valentin nap, ilyen szexi fehér nemű vagy hálóing, ez a szatén anyagú, fekete, úgyhogy egy ilyet vettem magamnak, ugye úgy volt, hogy a felső és a nadrág együtt, hát mikor megláttam az SS, hogy ilyen nagy, de jó lett rám, tehát nem nagy egyébként, csak nagynak tűnik, és ilyen kis csipkebetét van oldalt, ez volt, mindjárt mondom, 2190, tehát a szett együtt. És egy kis apróság, Vivikének nagyon szereti a cicákat, ez csak egy ilyen kis, nem is tudom milyen anyagból van, ilyen keményebb, tehát nem műanyag. Egy ilyen kis sziámi macskát kapott 2,90-ért, úgyhogy ez igazából csak egy ilyen kis apróság neki. És ami nem Kik, meg nem Pepco, de újdonságuk, egy kis CNS dezodor,
ez 400 forint volt, izzadásgátló, ez a Lidl-nek a saját márkása, nagyon jó illata van, ezt vettem, mert elfogyott a Rexónás, és megmondom őszintén, 700 forint, ez 400, hát próbáljuk ki, és nagyon-nagyon jó, nagyon-nagyon szeretem. Ezt vettem, és az egyikőtök ajánlotta, hogy a Lidl-nek a sárga szempilla spirálját próbáljam ki, mert nagyon jó, nekem nem jött be. Lehet, hogy az én szempillámmal volt a baj, mert amúgy meg tökre hasonlít a Colossal szempilla spirálra, a Maybellinnek. Annyi viszont, hogy mikor kenem vele a szempillámat, szinte egy tusvonalat csinált vele, hát látjátok, nem tudom ezt a részt itt, ezt a szempilla spirált csinálta. Tehát nem itt ezt én húztam ki, de itt én nem húztam ki semmivel, és szinte csinált oda egy tusvonalat, tehát több ment inkább a szemhéjamra, mint a szempillámra, úgyhogy valószínű, hogy anyának tovább fogom ajándékozni, mert ő lehet, hogy fogja tudni használni. Tudjátok, a púdernel is problémám volt. Volt egy CNS púderem, illetve egy lorás, de most már venni akartam egy normálisat, úgyhogy emellett döntöttem, és nagyon tetszik a Catrice-nek az All Matte Plus 12 órán át tartó púdere. Itt van, látjátok, hogy már elég sokat használtam belőle, pedig egy hete van meg körülbelül. Ez egy mattosító alapozó, amúgy púder, és Saint Beige 0,25-ös árnyalat. Nem tudom, 1300-1400 forint körül volt az ára. Nézzétek el, annyira bevált a Rivadello Piangnak a szemöldök kihúzó, hogy nem azt vettem most, mert nem volt belőle egy darab se a Rossmannba. Tehát úgy látszik, másoknak is bejött. És nagyon régóta szemezgettem már egy olyan szemöldök formázóval, ami ez a, tudjátok, ez a kis kefés, na, mint ez. Ez a Catrice-nek, ez a kis keféje, nem tudom, látjátok, hogy ilyen kis sörtés. És egyébként a színe az tök jó, mert ja, ez a mikroszemöldök kihúzó, nem tudom, hanyas a színe, ja, medium brown, bocsánat. És mindjárt ide csinálok egy swatchot, kicsit a Filstorra emlékeztet. De lehetne pigmentáltabb is. Szóval nagyon oda kell nyomnom a szemöldökömhöz, hogy látszódjon, és szerintem nagyon nehéz vele dolgozni. Nem tudom. Szerintem ilyet többet nem fogok venni, nem nagyon jött be, de elhasználom, és nem is volt olcsó, mert bőven egy ezresen felül volt olyan, ez is olyan 1200 körül, nem akarok hülyeséget mondani. És akkor jöjjenek az AliExpress-es dolgok. Hát az AliExpressről még soha életemben nem rendeltem, de sikerült most a koronavírus idejére összerendelnem mindent, mielőtt kitört a vírus, úgyhogy remélem, hogy nem hoz semmi vírus magával a dolog. Az első dolog, amire már nagyon régóta vágytam, az egy rúst tartó, meg is érkezett. Én már most beleraktam ide egy pár rúst, ez egy ilyen emeletes rúst tartó, lötyögnek, csörögnek, 630 forint volt postával együtt, és 24 rekesze van. Azért is akartam egy ilyen rúzstartót, mert rengeteg rúzsom van, és egyszer nem láttam át már a káoszba, hogy mi hol van, úgyhogy most egyébként nem fér bele az összes rúzsom, még mindig valami össze-vissza van, de mivel lesz egy smink selejtezős videó, azért 36 vagy 37 rúzs számoltam, megpróbálok, vagy legalább minimum 10-et leselejtezni, mert azért van mit leselejteznem, és akkor a maradékokat bele fogom rakni ebbe. Sziasztok, mint mondtam nektek, lesz folytatása az AliExpress-es holnak, ugyanis most megint jött két cucc. Mindjárt mutatom az elsőt, itt van a kezemben, ez egy Miss Rose száj és rúzs ceruza, két végű. Nem tudom mennyi volt, azt hiszem 300 forint körül. És itt van a kontúr része, ugye az egyik szájceruza. Egyébként a 40-es Inked Heart árnyalatot viseli, és itt a másik része, nagyon könnyű vele dolgozni, egyszerűen annyira kis keskeny ez a rúzs, és mindjárt mutatok swatchot is belőle. Egyébként a kézfejemen sokkal narancsosabbnak tűnik, mint élőben, egy kicsit olyan barnásos, rezes színnek mondanám. Reggel ezzel húztam ki a számot, most 4:12 van, és hát tartósága az nem tartós, de viszont nagyon könnyű vele dolgozni, úgyhogy nagyon örülök meg, hogy ezt megvettem. Csak hogy megmutassuk a nézőknek, hogy milyen a színe. Ilyen.
És látjátok, ez egyébként matrúzs. És szerintem a Miss Rose az egy ilyen nagyon jó márka, nagyon jó. Ár-érték arányban nagyon jó, tényleg. És tükör nélkül vagyok, nekem nagyon tetszik a színe. Úgyhogy ezt biztos, hogy fogom használni. És tényleg még a kontúr is elég jó. Mondjuk én előtte szoktam kontúrozni, na mindegy. És akkor nézzük meg még a másik termék, amit rendeltem. Mondtam nektek, hogy szeretnék ecsetet. Van nekem Rossmanból ecsetem, Müllerből, eBay-ről. Van olyan eBay-es ecsetem, amit kidobtam, mert egyszerűen katasztrófa volt. És van olyan eBay-es ecsetem, amit mai napig használok, de úgy éreztem, hogy vennem kell egy szettet. Úgyhogy egy ilyet vettem, nem tudom hány száz forint, még egy ezres se volt. És azt hiszem, hogy 8 darab, most még ki se bontottam, itt előttetek fogom kibontani. Ez már ugye, ez a legyező ecset. Az a jó ezekben, egyébként egyesével be is voltak csomagolva, tökre figyeltek rá. Nagyon-nagyon puha. Nem tudom, hogy mennyire adja vissza a kamera. Jó sűrű. Az, hogy tudok vele majd dolgozni, az majd kiderül. Tehát volt benne egy legyező ecset, ezt highlighternek fogom használni. Na, itt van még, azt mondja, hogy 7 darab ecset. Ezek is egyesével be vannak csomagolva, és nagyon-nagyon kis puha. Ugye vannak közte arcecsetek és szemre való ecsetek, lapos ecset, szemfestékfelvitel, illetve füstösítő ecsetek. Nem tudom, hogy milyen, hogy fognak beválni, de most majd megfogom ilyen az infoboxba, jó? És itt az ecset rész, hát remélem, hogy jó lesz. Nagyon kis puha és jó kis sűrű. Úgyhogy jövök majd még vissza, többi Alice cucca. Na sziasztok, egy újabb szerzeményt mutatok, ami nem az AliExpressről jött, hanem a Pepco-ból, és tegnap vettem. Egy pénztárca 1190 volt, és hát látjátok, hogy ilyen kígyóbőr mintásra hajaz, és csak mihez tartás képest, na, és csak összehasonlítás véget. Ez volt az előző pénztárcám, eBay-es volt. Szerettem, de egyszerűen mindig kinyílik ez a része. Kiszóródott minden a táskámba. Egyébként ilyen nagy fakja volt, rengeteg kártya fért bele. Na most ez egy sokkal kisebb, viszont sokkal praktikusabb nekem, mert egy kézzel ugye kinyitom, és ott van, mondjuk pénz most éppen nincs benne, de a kártyát bele tudtam rakni, meg rengeteg ilyen hűségkártya, kedvezménykártya itt is. Ugye itt van középen egy aprós rész, és tök jó, mert a kis táskámba sem foglal annyi helyet, és 1190 volt, úgyhogy ez nagyon tetszik, úgyhogy Pepco-ba lehet kapni. Megérkezett az AliExpress-es rendelés utolsó előtti darabja, méghozzá egy gyümölcstálat rendeltem, úgyis hát tudjátok, ilyen gyümölcskosarat, és hát így néz ki. Azt hiszem, hogy kékbe meg ilyen, hát ilyen pasztel rózsaszínbe lehetett választani. 450 forint volt. Nézzük már meg, hogy működik ez a gyakorlatban. Hogy körülbelül, hogy lássátok, hogy mennyi gyümölcs fér bele. Hát mondjuk, most pont itt nincs előttem annyi, de mondjuk itt szemléltetőleg, tehát ilyen 4-5 darab narancs, alma belefér, meg ugye nyilván még lehet rá is pakolni, úgyhogy tök jó. Hát nagyon tetszik, de egyébként ilyet láttam a nem is tudom, 100-as boltban, vagy valahol, tehát annyival nem olcsóbb, hogy most megrendeljük, de örülök, hogy nem kellett mászkálni érte a boltba, úgyhogy ez a mostani rendelésem, és lesz majd még egy, úgyhogy majd jövök vissza. Sziasztok! Az utolsó csomag az egy 10 darabos bugyi csomag lett volna 2700 forintért, még nem jött meg, de ha meg is jön, már nem tudom nektek bevágni ebbe a videóba, ugyanis nem a saját címemre rendeltem, és ugye tombol a koronavírus, ezt a videó elején még én nem tudtam, hogy ez így lesz, sajnos így alakult, ebben most nem akarok belemenni, úgyhogy én önkéntes karanténba vonultam, tehát én itthon vagyok, nem járkálok sehova, emiatt ezt a csomagot se tudom nektek most bemutatni, de remélem tetszett nektek ez a videó, és hogyha tetszik, iratkozzatok fel a csatornámra, és lájkoljátok a videót, és jövök majd nem tudom milyen videóval legközelebb, addig is vigyázzatok magatokra, és további szép napot kívánok mindenkinek, sziasztok!